Minden készen áll arra, hogy megkezdjék az oltást a Babits Mihály Kulturális Központban kialakított oltóponton. Ide minden nap érkeznek a regisztrált és behívott lakosok. Berlinger Attila, a Kulturális Központ igazgatója azt mondja, eddig gördülékenyen ment az oltás a központban, és a Tolnai megye székhelyen igen magasra beoltottak száma. Ezen az oltóponton egy hónap alatt több mint 2700 ember kapta meg az első oltását, és több mint 2000-en a második vakcinát is. Egy nagyon jó arány, minden bizonnyal a kórházi oltóponton, mivel ők ugye korábban is kezdték, és jóval nagyobb kapacitással tudnak működni, még ennél ennek a számnak a többszöröse is megtörténhetett. Én azt gondolom, hogy így Szekszárd lakossága nagyon jó helyen állhat, nagyon jó arányban történt meg már a beoltottság, akár az első, akár a második oltásokat tekintjük. A magas oltakozási hajlandóság egy összefogás eredménye, emelte ki Gyurkovics János, Szekszárd alpolgármestere, aki szerint mindez az önkormányzatnak, a kormányhivatalnak, a házi orvosoknak és a védőnői szolgálatnak, valamint a közterületfelügyelőknek és a Kulturális Központ dolgozóinak köszönhető. Amikor felvetődött ez a lehetőség, hogy kérem szépen, vagy kérés, hogy ez a megoldás itt Szekszárdon megszülessen, örömmel vettük tudomásul, hogy mindenki a teljes összefogással és a legjobb tudása szerint minél gyorsabban ez a lehetőség megvalósult, azóta is eredményesen, folyamatosan működik. Gyurkovics János a jelenleg érvényben lévő szabályok, így a maszkviselésre és a védőtávolság betartására hívta fel a figyelmet. Mindenkit arra kért, hogy ügyintézés, bevásárlás munka során igyekezzen úgy ütemezni a tennivalóit, hogy minél kevesebb emberrel találkozzon.